Rémtanyák nyitották meg kapuikat Halloween éjszakáján a gyerekek és szüleik előtt Csóron. Az év legfélelmetesebb éjszakáján több tucat gyerkőc kelt útra, hogy csokit és cukorkát gyűjtsön. A kicsik térképek segítségével jelmezekbe öltözve jártak házról házra. Mindig tudunk szerezni cukorkát. Miért szellemnek öltöztél? Mert ez a jelmezt rendeltük. Hogy szoktátok amúgy ünnepelni? Úgy, hogy mindig felöltözünk. A csóri családok közül többen minden évben csatlakoznak a halloweeni mókához. Izgalmas, nagyszerű kikapcsolódás, rémizgetni egymást, meg úgy mindenkit is. Meg igazából az élmény, hogy tudnak csokikat gyűjteni, és akkor így ez a kitartás, hogy tényleg sokat is sétálunk, a kihívás is, meg minden, de nagyon jó, amúgy szeretjük. A Csokit Csalunk Csóron elnevezésű eseményhez idén is több család csatlakozott, hogy rémisztő dekorációval és édességekkel kedveskedjenek a gyerekeknek. A szervezők az eredetileg angol száz ünnepet igyekeznek hazánkban is népszerűsíteni. A településen már negyedik alkalommal várták a borzongás kedvelőit. Nagyon sokan bántják ezt az ünnepet, mondván, hogy hát amerikai, és az amerikai szokásokat vesszük fel. Én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy az egész hozzáállásomból, nézőpontomból kifolyólag, de én úgy gondolom, hogy ezek a hagyományok, ünnepek, tök mindegy, hogy a miénk vagy nem a miénk, nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy itt megálljunk egy kicsit a rohanó életünkben. Tehát én azt mondom, minden ilyen stop tábla, ami egy kicsit segít arra koncentrálni, hogy a közösség felé fordulj. Tehát például ez a rendezvény kiválóan alkalmas arra, hogy egy közösséget formálj, hogy összehozza gyerekeket, összehozza felnőtteket. Boszorkányokkal, szellemekkel is találkozhatott az, aki Halloween éjszakáján az utcára merészkedett.